történelmi időket élünk, mert ugye a Debreceni Egyetemnek van egy hagyományos profilja. Azt is lehet mondani némi túlzással, hogy maga az egyetem tartalmaz egy orvosegyetemet, tartalmaz egy agráregyetemet, és egy klasszikus értelemben vett tudományegyetemet, annak természettudományi és bölcsészkarával együtt. Viszont a helyi munkaerőpiaci igények és az egyetem számtalan saját elhatározásából nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé, hogy a három említett nagyegység mellé egy műszaki egyetemet is fölépítünk a Debreceni Egyetemen belül, ami azért nagy feladat, mert hogyha újat építünk, akkor nyilván a legmodernebb, korszerű képzési formát, kutatásfejlesztést kívánjuk ehhez elérni. Ez az iparfejlesztés terén ugye a 4.0 digitalizált ipar modell, amihez nagyon sok minden kell, és ez föl is bátorított bennünket, hiszen az egyetemnek van kiváló informatikai kara, van természettudományi kara, nagyon sok minden megvan az egyetemen, ami egy 4.0 modell szerinti iparfejlesztéshez kell. Csak itt ugye mérnökképzésekről van szó, mérnöki tudományokról, amihez az egyetemnek korlátozottan állnak rendelkezésre mind szellemi, mind anyagi forrásai. Nagyon fontos az, hogy államtitkár úrtól szakmai és irányítási segítséget tudunk kapni ennek a feladatnak a megugrásához. Ennek van az egyetemen szervezeti formája, egy műszaki informatikai kabinet, ami a cél megvalósítása érdekében összes stratégiai lépést megtárgyalja, és ebben abszolút hatékonynak tűnik a kabinet munkája. Az elmúlt néhány hétben több olyan találkozón vettem részt különböző külföldi vállalatok képviselőivel, ami egyik oldal persze lehet meglepő, hogy az oktatási államtitkár mit csinál ezeken. Ezek olyan fajta ipar áttelepítési tárgyalások voltak, ahol azok az elemek, amelyek részben ehhez kapcsolódnak, részben pedig már egy másfajta tevékenységhez, ezeknek a vállalatoknak a potenciális kutatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódik. Ugye ilyen minőségemben vettem ezeken részt. Ezen tárgyalások közül több Debrecent, illetve a régiót célozta meg. Ennek az indoka alapvetően az, hogy ez a régió benne a Debreceni Egyetemmel egy olyan terület, ahol rendelkezésre állnak azok a kapacitások, amelyek egy más típusú működésre szükségesek, illetve maga a Debreceni Egyetem biztosítja azt az oktatási, felsőoktatási, kutatási hátteret, vagy ki tudja alakítani, ami a hosszú távú működését ezeknek a vállalatoknak támogatni tudja. Ezen találkozunk mindegyikén fölmerült az, hogy értve a Debreceni Egyetem hagyományait, a jelenlegi tevékenységét, de a műszaki, ezen belül is a gépészmérnöki, az elektrotechnológiai területet lényegesen jobban láthatóvá kell tenni, és meg kell jelenteni és fejleszteni kell, hiszen ezek a vállalatok ilyen típusú szakembereket is igényelnek az elkövetkező időszakban. Ami a Debreceni Egyetem esetében mindenképpen kiemelendő, hogy a természettudományi kar egy kiváló inkubációs rendszerként működik az új disziplinák számára, ugye ebből nőtt ki egy sor olyan most már önállóan látható tevékenység, ami jól működik. A természettudomány nagyon erős disziplina, kiváló működő disziplina, de egy idő után meg kell jelentenünk például önmagában a villamosmérnökképzést egy külön szervezeti egységbe, ezt kérték ezek a vállalatok, hiszen ők ezzel tudnak aztán majd a jövőben kommunikálni. Úgyhogy én ezzel a javaslattal fordulnék rektor úr, illetve az egyetem irányába, hogy gondoljuk azt át, hogy milyen formában akarjuk az egyetem struktúráját a jövőben elképzelni, illetve hogy milyen eszközök szükségesek ahhoz, hogy ezt a struktúrát létre tudjuk hozni és jól tudjuk működtetni. A kormánynak ebben is itt van szerepe, hogy ehhez biztosítsa azokat a jogszabályi feltételeket, illetve azokat a pénzügyi feltételeket, amit ez az átszervezés, az átalakítás igényel. A stratégiai lépésekhez képest szinte eltörpül az, hogy most konkrétan bizonyos programokhoz támogatást is kapunk, de mégsem kicsi ez a dolog, hiszen a két pályázatban, ami mind a kettő EFO pályázat, 1,2 milliárd forintot tud az egyetem a következő három évben arra fordítani, hogy egyrészt népszerűsítse a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeket, és minél nagyobb beiskolázást tudjunk ezekre a szakokra elérni, olyan szakokra, amik közben meg is újulnak és bővülnek a Debreceni Egyetemen. A másik pedig a duális képzés, ami
a műszaki informatikai területen kívül a gazdaságtudományi és az agrárterületet is magában foglalja. Itt is vannak már eredményei a korábbi 1-2 évből a Debreceni Egyetemnek, de ez a pályázat segíteni fog abban, hogy olyan új szakok is duális irányban is elinduljanak, amelyekre eddig nem volt lehetőségünk. Az eddigiekből is kiderült, hogy azért a Debreceni Egyetemen a műszaki képzés az létezik, hiszen a műszaki karon van gépész, építőmérnök, építészmérnök, mechatronikai mérnök és műszaki menedzser képzés is, de nagyon fontos a részünkre eljutott jelzések alapján a vállalatok részéről, hogy ezek közül kiemeljünk olyan területeket, mint például a villamosmérnök, amely jelenleg több kart is érint a képzés vonatkozásában, hogy ez láthatóvá, önálló területté váljon, és önállóan is tudjon fejlődni. De hát ennek a fejlődés történetét láttuk az elmúlt 10-15 évben is, hiszen az informatikai kar is a természettudományi karból nőtt ki, és ennek további lépései is várhatók és szükségesek a jövőben.